A pandémia miatt a Teit személyes kapcsolattartása azokkal a településekkel, akik szintén az atomerőművek környezetében élnek Oroszországban, meghiúsult az elmúlt időszakban, de a társulások tagjai bíznak benne, hogy hamarosan ismét találkozhatnak. Az együttműködési megállapodások haladnak előre, nyilván kötelezettségei vannak mind a két társulásnak, hiszen erre kötöttünk szerződést, valamint arra, hogy az együttműködés az mindenféleképpen napra kész lesz, vagy legalábbis sűrűn fogunk találkozni. Ez most teljesen leredukálódott az online konferenciákra, az online találkozásokra. Május végéig mindkét társulás kijelöli, mely programokat tartanák meg az év második felében. Továbbá meghívást kaptak Novovoronyezsbe is, ahol összelavatja a város új sportcsarnokát. Az orosz és a magyar társulás a járvány ellenére is hasznos információkkal, tapasztalatokkal segítették egymás munkáit. Nálunk talán egy kicsit most sűrűbb az információ áramlás, hiszen a Paks 2 olyan stádiumban érkezik lassan, amely mindenki ugye várva várt, és nagyon sok információra van szükség az itt élő lakosok számára. Visszafelé is szintén a Paks 2-nek, hogy mi a társadalmi elfogadottság, hogyan állnak az emberek, milyen munkát kell közösen elvégezni. A társulás reméli, újra megélénkülnek nemzetközi kapcsolataik, és több tapasztalattal, információval rendelkezhetnek majd a jövőben.